Juri Ihnát a fegyveres erők légierő parancsnokságának szóvivője közölte, frissítették a légiriadót jelző alkalmazást, amely ezentúl a fokozott veszélyről is értesíti a lakosságot. Kifejtette, hogy az alkalmazás légiriadó közben további értesítést küld, amennyiben rakéta vagy drón közeledik. Ugyanakkor nem szabad csak erre hagyatkozni, hiszen ballisztikus rakéta esetén előfordulhat, hogy az információ nem jelenik meg időben az alkalmazásban, közölte a légierő szóvivője.